Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Önök az Oxigén Televízió esti híradóját látják július 5-én csütörtökön. Késsel támadtak egy férfire Komáromban. Bezár a magyar Vilmos uszoda és spanyol és portugál ellenfeleket kapott a női kosárlabda Európa kupában a CMB Cargo Unigyőr. A részletek mindjárt, de előtte nézzük ma esti kiemelt híreinket röviden. Nagyjából 10 milliárd forintból újul meg a győri strand, a látványtervek elkészültek, a tényleges kivitelezés pedig várhatóan jövő év végén kezdődhet. Életbe lépett az új büntetőeljárásokat szabályozó törvény. A cél az volt, hogy az ítéletek gyorsabban szülessenek meg, főleg a kisebb súlyú, egyszerűbb ügyekben. 5 játékos igazolását jelentette be eddig a Gyirmót FC Győr. A kék-sárga együttes a hétvégén a török Besiktassal játszik edzőmeccset. És többfelé felhők zavarhatják meg a napsütést, de lehűlés nem lesz. Adásunkban ma is jövünk az időjárás jelentéssel. Mintegy 10 milliárd forintból újulhat meg a győri strand. A Modern Városok program keretében megvalósuló beruházás kapcsán európai szinten is egyedülálló 21. századi körülmények között lehet majd kikapcsolódni a jövőben. Egyelőre a tervezés és az előkészítési munkálatok folyamata zajlik, ha pedig minden jól megy, 2019 végén el is kezdődhet a felújítás. Hosszú évtizedek óta nyújt már kikapcsolódási és felüdülési lehetőséget a győri strand és élményfürdő, a győriek és a városba látogatók is szívesen hűsölnek az itteni medencékben. A fürdő területén eddig is folyamatosan végeztek kisebb-nagyobb fejlesztéseket, a közeljövőben azonban a Modern Városok program keretében mintegy 10 milliárd forintból teljesen megújul a létesítmény. A győriek, a Győr környékén élők mindenképpen szeretnék, hogyha ez a strand területe 21. századi minőségben megújulna, és mi általában, nem általában, mindig odafigyelve a győrieknek a véleményére, abba az irányba megyünk, és olyan felújításokat hajtunk végre, vagy éppen olyan fejlesztéseket, ami igényként megjelenik a lakosság oldaláról. Ez is azt jelenti, hogy időszerűvé válik most végre, hogy ez a strand területe megújuljon, és 21. századi legyen. A tervek szerint igazi modern, letisztult élmény és látványelemekkel felszerelt Európa szinten is egyedülálló fürdőben lehet majd itt nem sokára lazítani. Nagyon fontos az, hogy a jelenlegi tanulmányban olyan élményelemek lesznek, ami valamilyen úton, módon kötődik Győr városához, és ezt is nagyon-nagyon jónak tartom, tehát mondhatnám azt is, hogy a történelemben, a történelmi személyiségek, akik Győrhöz kapcsolódnak, egy-egy találmány kérdése az bekerül majd ebbe a koncepcióba, és ezt teszi szebbé és érdekesebbé ezt az egény élményfürdő kialakítást. Nem az lenne a versenynek a lényege, hogy 3 méterrel hosszabb legyen a csúszda, mint más esetleges vízi élményparkokban, hanem valóban egy egyedi, egy tematikus vízi élménypark, találmányokra, Győrhöz kapcsolódó találmányokra felfűzve, egy nagyon emblematikus, magas szódásszifon óriás csúszdatorony is lenne, ami a városnak remélhetőleg a jelképévé is válna. A beruházásban a kinti strandrész mellett az élményfürdő is megújul. Ez jelent egy nagyobb szabású szauna, a szaunaudvar bővítést, a pihenő részleg egy kicsit alul lett tervezve 15 évvel ezelőtt, tehát ez mindenképpen egy jelentős, egy külön épület résszel bővülne, illetve a gyerekrész, amit sokan szoktak hiányolni, a gyerekrészleg is egy két szinten plusz közel 500 négyzetmétert kapna a kisebbek, nagyobbak részére. A másik nagyon fontos változás, hogy az elavult sátras uszoda helyett egy 25 méteres nagy medence, illetve tanmedence kerülne közvetlen összeköttetésre a jelenlegi élményfürdővel. A tervek szerint a parkolási infrastruktúra és a fürdőtér is megújul majd, jelenleg a tervezés és az előkészítés zajlik, a kivitelezési munkálatok pedig 2019 végén kezdődhetnek el. Július 1-től életbe lépett az új büntetőeljárásokat szabályozó törvény. A jogalkotó részéről a cél az volt, hogy egy logikusabb és gyorsabb eljárás lehetővé tevő törvényt alkosson. Ennek szellemében több olyan módosítás is történt, amellyel egy kisebb súlyú ügyet akár bírósági tárgyalás nélkül is lezárhatnak majd ítélettel. Gyorsabbak lehetnek a bírósági eljárások a napokban életbe lépett büntetőeljárási törvény alapján. Ennek értelmében a beismerés sokkal fontosabb szerepet kap majd a teljes eljárás során. A vádlott például, ha beismeri a tettét és jóvá is teszi azt, megegyezhet az ügyészséggel egy enyhébb vádiratban, figyelembe véve természetesen a sértett érdekeit is.
A másik lehetőség, ami szintén egy egyességről szól, az, hogy a tárgyalás előkészítése során az előkészítő ülésen is mondhatja azt a vádot, hogy ő beismeri a terhére ott bűncselekményt, és akkor a tárgyalás előkészítése során már az előkészítő ülésen befejezhető az eljárás ítélettel. Fontos azonban, hogy a beismerés mellett az ügyészség más feltételeket is szabhat, ezek közül az egyik legfontosabb a jóvátétel. Ebből következően ezt a lehetőséget a kisebb súlyú bűncselekményeknél fogja majd alkalmazni a vádhatóság. Ezzel pedig sok, eddig hosszú hónapokig elhúzódó ügyet lehet lezárni gyorsan, esetenként azonban a jóvátétel nem lehetséges, így az ügyészség sem alkudozik majd. Vannak olyan sérelmek, amiket nem lehet jóvá tenni, nyilvánvalóan élettestépség elleni, nem életszabadsága, nem erkölcselleni bűncselekményeknél ezek az eljárások nem jöhetnek szóba. De úgy gondolom, hogy az eljárások nagy százalékába tudjuk alkalmazni ezeket a gyorsító intézkedéseket. Az új szabályozásoknak köszönhetően várhatóan csökkennek majd az eljárási idők mellett a költségek is. Változást hoz az új törvényben emellett, hogy a sértetteknek adott esetben nem kell majd szembenézniük a vádlottal a tárgyalás során, és a másodfokú bíróságok hatásköre is nő. Mostantól akár új bizonyítást is lefolytathatnak egy adott ügyben, ahelyett, hogy az elsőfokú bíróságnak dobnák vissza az ügyet. Előzetes letartóztatásba helyezte a komáromi járásbíróság azt a férfit és nőt, akik július 1-én egy közösen nézett futballmérkőzés után felajánlották, hogy hazaviszik újdonsült ismerősüket, akinek a lakásán még kiszogattak egy kicsit. A gyanúsítottak szóváltást követően megütötték, a náluk lévő késsel pedig megfenyegették a lakás tulajdonosát, majd elvették tőle a pénzét és a mobiltelefonját is, ezután pedig távoztak. A gyanúsítottakkal szemben felfegyverkezve elkövetett rablás miatt indult eljárás. Jótékony céllal ültek le több mint 40-en az üres vásznak elé Győrben és Sopronban is. Az élményfestésre jelentkezők ugyanis most afrikai szegénységben élőket segíthettek azzal, hogy saját képeket festettek és cipőket gyűjtöttek a stúdiókban. Jótékonysági festést tartottak Győrben és Sopronban is ugandai rászorulók megsegítésére. A három eseményen több mint 40 kép készült el, melyet természetesen a készítők hazavihettek. A stúdió azonban a bevételből jótékony célokat is segít. Na, gyakorlatban úgy kell elképzelni tulajdonképpen egy normális élményfestés, mint amivel a művészeti stúdiónk is foglalkozik, csak ugye itt a bevételből egy adott százalékát felajánljuk a szervezet számára. A jótékonyság keretein belül pedig várunk lábbeliket, amivel tudjuk segíteni az Afrikában élő hölgyeket és gyermekeket. Az egyre divatosabbá váló élményfestés mellett most Afrika egyik legszegényebb területén fekvő Manafa falu lakóinak tehették könnyebbé életét a művészet iránt érdeklődők. Még afrikai körülmények között is nézve is nagy szegénységben élnek az emberek, például nem tudnak minden nap enni, sőt hetente 2-3 alkalommal jutnak ételhez, a gyerekek nem járhatnak iskolába, hiszen könnyen belátható, hogy ott, ahol ételre sincs pénz, az oktatás úgymond luxus. Ezek az emberek egész életükben nem találkoznak orvossal, ha betegek, nincs lehetőségük gyógyszerhez jutni, és a családokban maximum a férfinek van munkája, de ez sem minden esetben valósulhat meg. A most felajánlott pénzösszeg és a lábbelék óriási segítséget jelentenek majd az ott lakók számára. Az utazásra még ugyan várni kell, de addig még van idő, hogy tovább növeljék az adomány mennyiségét. A harmadik ugandai utamra ősszel kerül sor, ősszel utazom ki, és a cipőket tárgyi adományként kivisszük, a pénzből pedig a helyszínen veszünk meg olyan dolgokat, amik mondjuk a gyerekek és nők lábának a fertőtlenítéséhez, kezeléséhez szükséges, illetve ez a misszió majd speciálisan a nőkre fókuszál, az ő helyzetükön szeretne javítani, és a képzéshez szükséges dolgokat fogjuk belőle megvásárolni. A segítők a kampányban tehát cipőket is gyűjtenek a következő afrikai utazásig. A feleslegessé vált, de még használható lábbeléket szeptemberig bárki leadhatja Győrben az Újlak utcai festőstúdióban. Bezár a Magyar Vilmos úszoda Győrben. A Győrszól tájékoztatása szerint a Győrkőc Olimpia vízilabda mérkőzéseit rendezik majd a létesítményben, ezért péntektől egészen vasárnap délután 1 óráig zárva lesz az úszoda. A keret erősítésével is készül már a következő idényre a Gyirmót FC Győr. Az NB2-es csapat már több új játékos bejelentett, de még várható további igazolás is.
A Sárga Kék együttes vasárnap a török Besiktas csapatával mérkőzik meg az idei második edzőmérkőzésén. Több érkezővel is erősítette keretét a következő idényre a Gyirmót FC Győr MB2-es labdarúgó csapat. A tavalyi bajnokság végén a gólszerzéssel állt hadilábon az egyesület, így nem meglepő, hogy egy csatár is érkezett a klubhoz. Én meglepően azt látom, hogy nagyon jó állapotban vannak a többiek, de nyilván az azért is van, mert ők edzettek, volt külön egy hetes felkészítési programjuk, nyilván minél hamarabb próbáljuk őket utolérni. A Siófokról érkezett játékos tavaly még ellenfélként lépett pályára Gyirmóton, most egy hete már az új csapatával készül. Akár csak a mindkét szélen bevethető Herjecki Kristóf, aki az élvonalban szereplő Honvéd gárdájától érkezett egy évre kölcsönbe. Úgy éreztük, hogy most egy fél év jót tenne a karrierem szempontjából, fejlődésem szempontjából az MB2-ben, és ugyebár a Szepesi Lacival hívott ide, Gyirmótra. Ismertem őt már régebbről, mert a válogatottban is, utánpótlás válogatottban is volt már az edzőm, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lenne nekem. A csapat idei legelső igazolása a védelmet fogja erősíteni. Kontár Zoltán az FC Dacból érkezett, a Sárga Kékekhez 1+1 évre. A én nekem elvárásaim, hogy minél többet játszok, segítsek a csapatnak, fejlődjek, és minél jobb elhelyezést akarunk elérni, biztos az első hely a cél. Az MB2-es bajnokság július 29-én kezdődik, addig pedig még 7 felkészülési mérkőzést játszik a gárda. Az első találkozón a Mattersburg ellen 2-1-re kapott ki a Gyirmót. A következő mérkőzésre most vasárnap kerül sor, a török Besiktas ellen Somorján lép pályára a csapat. Spanyol és portugál ellenfeleket kapott a CMB Cargo Unigyőr a női kosárlabda Európa-kupa sorsolásán. A győriek a Gironával, illetve az Uniaóval már biztosan találkoznak, és hozzájuk csatlakozik majd egy selejtezőből érkező ellenfél, aki vagy a szintén spanyol Lointec Gernika, vagy a belga Namur lehet majd. Sorsoltak az Euroligában is, a Sopront a B csoportba sorolták be, ahol többek között a Fenerbahce és a tavalyi Final Four részvevő Dinamo Kursk lesz az ellenfél. Fölényes győzelemmel maraton Európa bajnoki címet szerzett Céllai Vörös Zsófia. A Graboplast Győr kajakosa az első pillanattól irányította a horvátországi U23-as futamot, és Mihalik Sárával együtt már az első körben lerázta ellenlábasait, majd honfitársát a második futószakasz után szakította le. Céllai Vörös Zsófi és a sportág legendája Csaj Renáta szombaton a felnőtt versenyben is rajt hozzá Metkovicsban. Nagyjából 10 milliárd forintból újul meg a győri strand, a látványtervek elkészültek, a tényleges kivitelezés pedig várhatóan jövő év végén kezdődhet. Életbe lépett az új büntetőeljárásokat szabályozó törvény. A cél az volt, hogy az ítéletek gyorsabban szülessenek meg, főleg a kisebb súlyú, egyszerűbb ügyekben. 5 játékos igazolását jelentette be eddig a Gyirmót FC Győr. A kék-sárga együttes a hétvégén a török Besiktassal játszik edzőmeccset. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Csapadékmentes, de szeles lesz a péntek az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Összegezve túlnyomóan napos idő várható, erősödő UV-sugárzással. Pénteken hajnalban 18, reggel pedig 27 fok körül alakul a hőmérséklet az előrejelzések szerint. Aztán pénteken délután többfelé megerősödik majd a légmozgás, a nappali csúcsértékek 27 és 30 fok környékén várhatók. Péntek estére is többfelé marad az erősödő szél, a nap végén 24 fokot mutatnak majd a hőmérők, az éjszakai órákban pedig 18 fokot mérhetünk majd. A folytatásban is marad még egy kicsikét a szél északnyugaton, aztán átveszi az uralmat a napsütés a térségben a hosszú távú előrejelzések szerint. A szombat lesz a szeles, reggel és este 21, nappal pedig 28 fokot mérhetünk majd. Aztán vasárnapra már szél és csapadékmentes időjárást mondanak, reggel és este 21, nappal pedig 27 fokkal. A hétfő is hasonló időjárást hoz majd a térségbe, a nap elején és végén 21, napközben pedig 28 fokot mérhetünk majd az erősödő UV-sugárzásban. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió híradóját látták július 5-én csütörtökön, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híradóval legközelebb pénteken este 7 órakor várjuk Önöket, jó éjszakát kívánok a viszontlátásra!
Yeah.